Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Debreceni Egyetem Sportklubjának havonta jelentkező műsora, a Deac magazin. Nagy tervekkel és új szakmai stábbal kezdte meg a felkészülést a következő szezonra a Deac labdarúgó csapata. Az egyetemi együttes tavasszal megnyerte az NB3 keleti csoportját, augusztustól így már a másodosztályban kell bizonyítani a játékosoknak. Az első idényben a cél a biztos bennmaradás. Múlt hét elején kezdte meg a felkészülést története első egycsoportos másodosztályú szereplésére a Deac labdarúgó csapata. A kötelező orvosi vizsgálatok után a játékosok bele is vetették magukat a munkába az új vezetőedző Balogh Pál vezetésével. Ez egy vegyes felkészülés, ugyanakkor természetesen a fokozatosság elvét betartva most az alapállók képességnek a fejlesztése megy, ugyanakkor vegyítve egy-két taktikai dolgokkal már kevésnek találom azt a 6 hetet. Egy újabb csapatnak azt gondolom, hogy kicsit több idő kellene arra, hogy összeálljon, de igyekszünk, hogy elegendő legyen, és kihasználunk minden percét. A koronavírus miatt tavasszal véget ért az NB3, a keleti csoportot vezető Deac pedig feljutott a másodosztályba. A csapat tagjai már nagyon várták, hogy újra találkozzanak, és közösen elkezdjék az új kihívásokkal teli időszakot. Hiányzott az edzés, jó is volt az első edzés, nagyon tetszett. Végre mozoghattunk így a csapattal, ez a koronavírus időszak után még inkább jelentős volt szerintem ez. Az első edzések után Balogh Pál elégedetten nyilatkozott együttese teljesítményéről. A tréner abban bízik, hogy ez a lendület az egész idényben jellemző lesz a csapatra. Nagyon jó pörögtek, 100%-on izzottak, látszott rajtuk, hogy nagyon ki voltak éhezve már, tehát nagyon várták már az első edzést. Meg természetesen az, hogy gondolom mindenki meg akarja mutatni azt, hogy helye van itt a csapatban, ennek én csak örülök, és ezt szeretném fenntartani az egész szezon folyamán. A mostani időszak egyik legnagyobb feladata a játékosok felkészítése lesz a másodosztályra. Tudja ezt a Deac sokat látott csapatkapitánya is. A háromszoros magyar bajnok Spitzmüller István szerint az együttes megérett az NB2-re. Léptem már NB2-ből NB1-be is, de ez egy másabb, mert ugye itt egy relatíve amatőr közegből kell átlépni a profi közegbe. Ez a klubnak is egy nagyobb kihívás, a játékosoknak is, de én úgy gondolom a játékosoknál itt erről ezzel nem lesz probléma, mivel próbáltunk mi már tavaly is egy profi közeket kialakítani, meg profin hozzáállni a dolgokhoz. A rutinos védekező középpályás pályafutása sokadik felkészülésének is ugyanolyan lelkesedéssel vágott neki, mint karrierje elején. Azt vallja, amíg motiváltnak érzi magát és nem teherként éli meg a felkészülést, addig marad a pályán. Mindig azt mondom, amikor edzésem mondjuk van egy egymás közti játék, és akkor mondjuk, hogyha nem úgy játszunk, nem úgy megy a csapatom, és akkor nem vagyok ideges, vagy nem akarok nyerni, nem akarok tovább menni, akkor érezni már azt, hogy ezt már nem kell tovább csinálni, de egyelőre még a többiek is érzik azt, hogy ez még megvan. Ez a fajta lelkesedés pedig átragad a fiatalokra is. Az NB3 gól királya Bárány Donát reméli, hogy egy osztálya fentebb is termelni fogja majd a gólokat. Biztos, hogy gyorsabb lesz a játék, illetve erősebbek a védők nálam, inkább az a lényeg, és velük kell felvenni a harcot. NB3-ban azért kicsit könnyebb volt, mint amit várok NB2-től. A fiatal támadó már alig várja, hogy megmutathassa magát a másodosztályban. A játékosok ki vannak éhezve a sikerre, és ehhez párosul az a kivételes csapatszellem, melynek köszönhetően a Deac a bajnokság egyik meglepetés csapata lehet. Tavaly is mondtam, hogy milyen jó a hangulat, és ez nagyon sokat hozzáadott a csapathoz, és ez megmaradt, tehát valószínűleg ugyanaz a hangulat is megmarad. Ezáltal sokkal könnyebb lesz az összeszokás megint, csak újra kell igazából a pályán ismerkedni. Az öltözőt nem kell újraépíteni, tehát én nagyon várom meg. Egyértelmű cél, hogy ne essünk ki, de én szeretném azt, hogy ne az utolsó fordulókig a kiesés ellen kelljen küzdenünk, hanem egy stabil középcsapattá tudjunk válni, és ez szerintem minden adott is lesz. A csapat az első felkészülési mérkőzését szombaton játssza Tiszaújvárosban, július 13-ától pedig egyhetes edzőtáborba utaznak Mádra. Oda már biztosan csatlakozik az együtteshez a Deac két új igazolása, Takács Péter és Székely Dávid. A másodosztály bajnokság augusztus 2-án kezdődik. Maradunk a foci csapatnál, hiszen mint azt láthatták, új szakmai stábbal vág neki az NB2-nek a csapat. A vezetőedző Balogh Pál neve talán még nem cseng ismerősen az átlag foci szurkoló számára, ahogy a segítője Antal Gábor sem. Most bemutatjuk a két szakembert. Terepszemlére érkezik a Dóczi József utcai sporttelepre Balogh Pál. A 45 éves szakember június közepén vette át a Deac labdarúgó csapatának irányítását.
A Sőn Lászlót váltó prolicenses UEFA végzettséggel rendelkező trénerrel 2+2 éves szerződést kötöttek. Mint kiderült, már játékosként érdekelte az edzősködés. Elsőként a szolnoki utánpótlásban kapott munkát. Lehetőségem nyílt arra, hogy még aktív játékosként foglalkozzak kisgyerekekkel, és utána pedig az edzői karrieremet azt Kiskárolynak köszönhetem. Ő kért meg először arra, hogy felnőtt csapatnál dolgozzak mellette segítőként. Balogh Pál labdarúgó pályafutása nagy részét szülővárosában Szolnokon töltötte, de megfordult a Honvéd és a Cegléd együttesénél is. Pályafutása alatt 23 első és 380 másodosztályú mérkőzésen szerepelt. NB3-ban nyertünk bajnokságot, NB2-ben nyertünk bajnokságot, feljutottunk az NB1-be, pályafutásom 3/4 részét ott töltöttem el, ami nagyon büszke vagyok, én nagyon szerettem ott futballozni. Játékosként mindenem volt a Szolnok. A szolnoki évek után Dorogon vállalt munkát, ahol a másodosztályú együttes szakmai igazgatója volt 2 éven át. Onnan csábította el a történelme első egycsoportos NB2-es szereplésére készülő Deac. A szakember másodedzőnek magával hozta Antal Gábort is. Egy edző számára, egy másodedzői poszt, ezt én megtanultam rögtön az elején, amikor én ezzel kezdtem, hogy egy bizalmi állás, egy összekötő kapocsa csapat és a vezetőedző között, hogy mindenképpen egy olyan személyre szerettem volna együtt dolgozni, aki azokat az értékeket képviseli. Balogh Pál és Antal Gábor 2 évet dolgozott már együtt a másodosztályban, előtte pedig 15 éven át alkottak védőpárost a Szolnoknál. Azt gondolom, hogy abszolút megtaláljuk egymással a közös hangot, egymás gondolatait olvassuk, hiszen ez nem ma kezdődött ez a kapcsolat részünkről. A keret kialakításánál fontos lesz, hogy a sokat látott, első osztályú múlttal rendelkező játékosok mellé debreceni nevelésű fiatalokat is beépítsenek. A törekvő és ambiciózus fiataloknak igenis teret kell adni, mert másképp nem fog szerintem változni a labdarúgásunk. És azt szerintem az minden klub életében nagyon fontos, meg büszke lehet, ha elmondhatja, hogy saját nevelési labdarúgókat tud felvonultatni. Én ezeket az értékeket képviselem. A vezetőedző nyílt lapokkal játszik, ezt pedig már a legelején szeretné tisztázni a játékosaival is. Motiválni nem szeretnék senkit, megmondom őszintén, bár mostani szóval elég divatos szóvá avanzsálódott ez a motiváció. Nem tudom, én régen, mert soha nem ismertem. Szerintem az én generációm, sőt szerintem az előttem lévőek, aztán meg végképp nem. Azt gondolom, ez a futball a szenvedélyről szól, aztán, hogyha ez nincs meg valakiben, akkor azt szerintem nem is lehet elővarázsolni. A szakmai stáb egyik legnagyobb feladata az lesz, hogy felkészítse az együttest az osztályváltásra. Ez a másodosztály egy kicsit más bajnokság, mint az NB3. Ez sokkal úgymond brusztolósabb bajnokság, tehát nem annyira a foci kerül előtérbe. Itt rengeteg ütközés van, párharc van, tehát próbáljuk majd erre is felkészíteni őket, hogy egy kemény bajnokságnak nézünk elébe, nagyon pici dolgokon fognak múlni az eredmények. Tehát egy-egy pontrugáson, egy-egy egyéni villanáson nagyon-nagyon sok múlhat. A nemrég bejelentett fejlesztéseknek köszönhetően a csapat a Nagyerdei stadion mellett a Dóczy utcai sporttelepen is fogadhatja majd az ellenfeleket. Majdnem végleges a Deac Jégkorong csapatának jövő évi kerete. Az együttes nagyobbik része tavaly is Debrecenben hokizott, és a vezetőség abban bízik, hogy a távozó játékosokat az érkezők pótolni tudják majd. A liga várhatóan színvonalasabb lesz, mint az előző idényben. Az átlagosnál kisebb mértékben változik a Deac kerete az előző idényhez képest. A védelemből távozott Mestyán István, Andrej Márkov és Phil Kiss, a csatárok közül pedig Kyle Essarip, David Rutherford, Charlie Graskamp, Salló Barna és Sági Martin folytatja máshol a pályafutását. Az érkezők között 3 védőt találunk, Vedran Bogesic, Wojtek Kloz és Kis Roland csatlakozik a Deachoz, elől pedig Szűcs István és Kis Patrik jelent erősítést. Új igazolásokról további bejelentések a következő napokban várhatók. Megvan a játékosokkal a megegyezés, de nincsenek még mindenkivel aláírt szerződés, tehát addig szerintem korai beszélni arról, hogy ki az, aki érkezik. Úgy gondolom, hogy készen leszünk a megfelelő időpontra. Az előző szezonban a negyed döntő jelentette a végállomást a Deac számára. Néhány nappal a kiesést követően lezárta a bajnokságot a szövetség a koronavírus miatt.
A járvány eltérő mértékben befolyásolta a játékosok és a menedzsment munkáját. Alapvetően ilyen, amikor back office zajlik, háttérmunka, azt pedig lehetett végezni ennélkül is, úgyhogy igazából az orosz játékosoknak a visszatérése az, ami egy kicsit még izgalmasabb, ugye Kulesov. Ról van szó, de szerintem azt is meg fogjuk tudni oldani. Még van rá idő, hogy a karantént is letöltse esetleg. Hazaküldtük a játékosokat a járványhelyzet miatt, noha még néhány hétig lettek volna közös edzéseink. Én maradtam Debrecenben, meccs felvételeket elemeztem egy pohár bor mellett, és megpróbáltam magyarul tanulni. Aztán én is hazautaztam, ahol több játékossal beszéltem, egyikükkel sikerült is megegyeznünk, utalt a vezetőedző honfitársára, Wojtek Klozra. A 34 éves hátvéd kiváló testfelépítésű, és bár a pontszerzés tekintve is voltak eredményes szezonjai, elsősorban a tapasztalata és a védőjátéka miatt várt tőle sokat David Musial, emellett gyakran ledobja a kesztyűt. Remek fizikumú játékosról van szó, aki remek karakter, biztosan okoz majd kellemes pillanatokat a szurkolóknak, ugyanis ha ő ütközik valakivel, az nagyon is látványos lesz, ígéri a szakvezető. Offenzívebb felfogású back a 19 éves Vedran Bogesic, akinek viszont még nincs felnőtt tapasztalata. A szerbiai születésű hátvéd korosztályos magyar válogatott, ő a macot hagyja el a Deac kedvéért. A fehérvári titánoktól is érkezik egy fiatal védő Debrecenbe, Kis Roland gyengébb szezonon van túl, de továbbra is nagy potenciál van benne. A Deac vezetői abban bíznak, hogy ehhez hasonló gólokkal segíti majd az együttest az új idényben. Szép játék, de kinyúl a kapusabárdal, kislő, gól! Kis Roland névrokona Patrik is a Deacban folytatja. A DVTK jegesmedvéktől érkező szélső 55 meccsen 13 pontot szerzett a szlovák extraligában, a 2018-19-es szezonban pedig mindössze 20 évesen pont per meccs átlag felett termelt az Erste ligában. Ugyancsak 22 éves ponterős csatár Szűcs István. A Hoki Klub Budapestet elhagyó játékos nem kisebb feladatot kap, mint hogy pótolja Sági Martint. Szűcs a válogatott játékos messzámát megörökölheti, hiszen mindketten 97-esben szerepeltek az előző idényben. De hogy eredményességben is felnő-e a teljesítményéhez, az csak a jégen dől el. A kvalitásai minden esetre megvannak hozzá, a liga egyik leggyengébb csapatában 43 meccsen 40 pontot szerzett. Ha valaki újonnan érkezik a csapathoz, mindig megkapja az esélyt a bizonyításra, és ha jól játszik, természetes, hogy felkelti más csapatok figyelmét is, ez normális. Ez történt Ságival is. A Ferencváros ajánlatát fogadta el, ez az ő döntése volt, de nincs ezzel baj, építkezünk tovább, magyarázta a helyzetet David Musial. Szükség is lesz rá, hogy az új idényben erősebb legyen a Deac, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy színvonalasabb lesz a mezőny a 2020-21-es szezonban. A tavaly a szlovák bajnokságban szereplő Mac ugyanis a KMH-val együttműködésben visszatér az Erste ligába, és van esély rá, hogy a DVTK jegesmedvék együttese is így dönt. Jól erősítenek az erdélyi csapatok, a Fradi, az Újpest és a Dunaújváros pedig már hosszabbított legjobbjaival. Nagyon kiegyenlített lesz a bajnokság, sok hasonló képességű csapat van, így sokszoros meccsre számítok. Ez jó a magyar jégkorongnak is, hiszen a fiatal játékosok így tudnak fejlődni, véli a Deac vezetőedzője. Jelen pillanatban tehát 18 játékos helye biztos a Deac 2020-21-es keretében. A kapuban Hetényi és Gönci párosa változatlan. A hátvéd sor szinte késznek tekinthető, Filbrandt, Lérant, Kis, Bogesic, Vokla, Kloz és Sándor részvételével. A csatárok között vannak még üres helyek, egy elsősoros szélsőt is keres még David Musial, de várhatóan napokon belül lezárul a csapat kialakítása, sérülések esetén pedig a DHK utánpótlásából léphetnek feljebb játékosok. A közös munka július 13-án kezdődhet, az első jeges edzés augusztus 3-án lesz, a bajnokság pedig a tervek szerint szeptember közepén startol. A fő cél a magyar kosárlabda erősítése. Másodsorban viszont a Deac felnőtt és korosztályos csapatai is profitálhatnak a január 1-jével elindult akadémiai rendszerből. Férfi vonalon államilag elismert elitképzőközpont mindössze 3 van az országban, abból egy itt, Debrecenben, a Deac Kosárlabda Akadémia. Néhány napig egyszerre edzettek a Phoenix csarnokban a Deac U18-as és U20-as csapatának játékosai. A két korosztály tehetségesebb kosarasai már reális célként tűzhetik ki, hogy a közeljövőben a Deac NB1-es keretébe kerüljenek. Az egyetemi klub egy régóta jól működő rendszerben segíti a fiatalokat abban, hogy élsportolókká váljanak.
megmutatkozik az egyetemben való együttműködésre, én így, hogy már jövőre egyetemre fogok menni, így az egyéni tanrendnek köszönhetően sokkal jobb lehetőségeink lesznek, több edzésre tudunk vállalni, szóval szerintem ez mindenképp megmutatkozik, hogy a debreceni fiatalokat és a tanulással együtt támogatni szeretnék. Ez is egy érv lehet a Deac Kosárlabda Akadémia mellett, de szintén az egyetemi háttérnek köszönhetően használhatják az egyesület csapatai a Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központot. Az intézmény a sérülések megelőzése és kezelése terén országosan egyedülálló tudományos módszereket alkalmaz. Az új akadémiai rendszerben három kiemelt helyszínen Budapesten, Pécsen és Debrecenben fejlődhetnek a legtehetségesebb 15 és 19 év közötti fiú kosárlabdázók. A lényeg az, hogy kosárlabdázók kerüljenek ki az akadémiáról. A magyar kosárlabda számára, a Deac számára. Hogyha ez helyben megoldható, mi akkor vagyunk a legboldogabbak, viszont egyfajta feladatunk is, azt gondolom, hiszen a keleti régióban mi vagyunk az egyetlen kiemelt akadémia. Így földrajzi helyzetet is figyelembe véve a Tiszántúl ígéretes játékosainak a Deac Kosárlabda Akadémia nyújtja a legjobb feltételeket. Őket hazai és külföldi szakemberek is edzik majd. Emellett az új rendszerben játékos megfigyelőket is tud alkalmazni a klub. Mind Dél-Kelet, mind Észak-Kelet Magyarországon gyakorlatilag lesz olyan alkalmazottunk, akik helyben tudják több megyére kiterjedően figyelni az ott kosarazó, ott elkezdeni kosarazó játékosokat, illetve iskolákba is fognak tudni járni, tehát azokat a gyerekeket is igyekszünk megtalálni, akik még a sportágat nem ismerik, és ott a helyi kluboknak segítünk ezzel, hogy gyakorlatilag hozzájuk irányítjuk azokat a jó alkatú, ügyes vagy nagyon gyors srácokat, akikből később kosaras lehet. Ebből pedig természetesen a debreceni utánpótlás csapatok is profitálhatnak. Mindenképpen egy versenyhelyzetet idéz elő ez a szituáció, úgyhogy remélhetőleg ez plusz motivációt fog adni a játékosoknak, nem pedig az ellentétét. Nem az eredmény lesz a fontos, de ha jól dolgozunk és ezeket a srácokat megfelelően fejlesztjük egyénileg, csapat taktikailag, fizikálisan, akkor értelemszerűen az eredmény is jönni fog. A mi célunk az, hogy a legjobb 8-ba kerüljünk, játszunk egy országos döntőbe, ott a legjobb 8 csapat között, aztán ott majd lesz, ami lesz. Az államilag elismert akadémiai titulus jelentős anyagi támogatással jár. Bár a pontos összegek egyelőre nem ismertek, jelenleg úgy tűnik, hogy fiúvonalon a korábbi költségvetés akár 7-8 szorosa is rendelkezésre állhat. Nem annyira kötött a felhasználása a támogatásnak, de mindenféle sportcélú felhasználás engedélyezett, beruházásoktól kezdve tárgyi eszközbeszerzésekig, illetve sokkal szélesebb az a spektrum, amilyen feltételeket tudunk biztosítani a játékosok számára. Emellett külföldi edzőtáborok költségei is elszámolhatók, amik nem csak a körülmények, hanem a játszható nemzetközi edzőmeccsek miatt is fontosak. Az pedig, hogy három akadémia gyűjti majd össze az ország legjobbjait, erős versenyhelyzetet teremt a hazai versenysorozatokban is. Az elitképzés legfontosabb célja persze közös. Jó kapcsolatot ápolunk az akadémiákkal, ugye a Budapesti Honvéd, illetve a Rád Géber Akadémia az, aki fiúvonalon párhuzamosan működik velünk. Folyamatos egyeztetések vannak, nyilván a korosztályos bajnokságokban az lesz a kérdés, hogy ki fog az első helyen végezni, de úgy gondolom, hogy nem ez lesz az első számú kérdés, hanem az, hogy a végső soron hányan fognak a válogatottban bemutatkozni, illetve az első osztályú csapatokban. A Deac csapatai az U15-ös, az U16-os, az U18-as és az U20-as korosztályban egyaránt két bajnokságban szerepelnek. A legidősebbek a felnőtt NB1B-ben, a fiatalabbak pedig nemzetközi sorozatokban is edződhetnek. Bemutatkozik a Deac egyik legfiatalabb, de annál színesebb szakosztálya. A rögbisek mindössze fél éve csatlakoztak a klubhoz, a terveik azonban annál nagyra törőbbek. A másodosztályban szereplő csapatot főleg külföldi játékosok alkotják, ám a cél, hogy minél több magyar kerüljön be a keretbe, és mihamarabb feljusson az együttes az élvonalba. Brazília, Dél-Afrika, Kanada, Kenya, Nigéria, Zimbabwe. A magyar hallgatókon kívül többek között ezekből az országokból érkeztek játékosok a Deac rögbi csapatába. Az együttes vezetője Énep Hussein, aki 9 éve él Magyarországon. Angliai középiskolás évei alatt ismerkedett meg a rögbivel, amit aztán Debrecenben folytatott. Miután felvételt nyertem az egyetem orvosi karára, a barátaim mondták, hogy itt is van lehetőség rögbizni. Csatlakoztam a csapathoz, és ahogy teltek az évek, úgy nőtt a játékosok száma is. 5 évvel ezelőtt megválasztottak csapatvezetőnek, ami nagy felelősség.
nehézséggel jár, de örülök, hogy megtiszteltek a feladattal, és nagyon szeretem ezt a munkát is. A rögbi szakosztály fél éve került a Deac égisze alá. Az együttest kivétel nélkül a Debreceni Egyetem egykori vagy jelenlegi hallgatói alkotják. A nemzetközi jelleg egészen egyedülálló a magyar mezőnyben, hiszen ilyen sok nemzet egyik csapatban sem képviselteti magát. Ez pedig a Deac egyik erőssége. Vannak magyar és külföldi játékosok is, együtt pedig egy remek közeget alkotnak. Mindenki magával hozza a saját kultúráját, a szokásokat, ami egy igazi multikulturális csapattá tesz minket. Sokat tanulunk egymástól, a magyarok pedig még a nyelvtanulásban is segítenek, ami jól jön nekünk a mindennapokban. A csapat egyik edzője a szír származású Obey Mahfouz, aki 2015-ben a kosárlabdázást abba hagyva csöppent bele a rögbi világába. Kerestem egy olyan sportot, amit elkezdhetek versenyszerűen űzni. Egy új-zélandi csoportársam javasolta a rögbit, ő egyből kiszúrta, hogy magasabb vagyok az átlagnál. Az ilyen alkatú sportolók pedig jónak számítanak ebben a sportágban. A rögbinek többféle változata van. A 7-es rögbit 7 a 7 ellen játszák 14 percig egész pályán. A 15-ös rögbi 80 percig tart és sokkal összetettebb, kevesebb futással és több taktikával. Itthon a 15-ös szezon szeptembertől júniusig tart, a 7-est pedig egynapos tornák során szervezik meg. Az edzőknek mindkét stílusra fel kell készíteniük a csapatot. Az elején a tapasztaltabb játékosok voltak az edzők, én is közéjük tartoztam. Igazából viszont senki nem volt, aki összefogja a nagy egészet. Egyszer aztán elhatároztam, hogy komolyabban belevetem magam a taktikába, az edzéstervek kidolgozásába. Innentől egységesebbek lettek a tréningek, és a társammal Ryannel lettünk a csapat hivatalos edzői. A csapatban mindössze 4 magyar játszik, köztük a szakosztályvezető Malkócs Tamás. Ott jártunk, korébb Mankóval a hóna alatt sétált a pálya szélén, nemrég ugyanis térsérülés szenvedett az egyik edzésen. A rögbi nem a gyengék sportja, de nem ez az igazi oka annak, hogy csak nagyon kevesen választják ezt a sportágat. Nem igazán ismert sport a rögbi itt Magyarországon, ezért nem keresik kifejezetten az emberek, hogy ők rögbizni szeretnének. Mi próbálunk minél több magyar játékost is bevonzani, de ehhez ugye meg kell ismertetni az emberekkel ezt a sportot. A külföldiek pedig jó részt olyanok, akik már mielőtt Debrecenbe jöttek volna, otthon rögbiztek, akár középiskolába, vagy egész kicsi gyerekkoruktól. A labdát csak hátrafelé lehet passzolni, előre csak vinni, vagy rúgni szabad. Szerelni csak a labdást játékos lehet annak földrevitelével, a mélyfogással. Ha az egyik csapat az ellenfél alapvonala mögé juttatja a labdát, az 5 pontot ér, majd további 2 pontért jöhet az állított jutalomrugás. Kialakulóban van Magyarországon a rögbi, körülbelül egy ilyen 10-15 aktív csapat van, tehát nem egy nagy sport, és viszonylag kicsi az ismertsége is így az emberek körében. De én úgy gondolom, hogy fejlődik itt Magyarországon a rögbi, és kelet-európai viszonylatban megálljuk a helyünket. A Deac szeptemberben a másodosztályban kezdi meg a szereplést. A cél, hogy az együttes minél hamarabb csatlakozzon az élvonalhoz. Ez lesz majd szeptembertől az első szezonunk, ezért az elvárásaink nem túl nagyok magunkkal szemben, álljunk helyt, viszonylag jó eredményeket érjünk el az első szezonban a másodosztályban, és utána onnan lehet majd fejlődni. Hosszú távú célként az eredményes utánpótlás nevelést tűzték ki. Szeretnénk elsősorban egyenlőre a férfi csapatba magyar játékosokat bevonzani, mivel ők tudnának egy magot adni a csapatnak hosszú távon, itt a hallgatók elmennek azért 1-2-3 év után a városból. És még hosszabb távon pedig szeretnénk gyerekcsapatokat, tehát U14, U16, U18 korosztályokat indítani. A Deac rögbi csapatának mezét és az utazásokkal járó költségeket az Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézete állja. Az együttesnél folyamatos a tagfelvétel és rögbis előélet sem kell a bekerüléshez. A szakosztály vezetői szerint a fizikai adottság nem számít, az alapokat hamar el lehet sajátítani, a többi pedig úgy is jön majd magától. Ez volt a Deac magazin júliusi adása. Új műsorral és újabb érdekességekkel legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk, majd tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!